Izrael magasrangú küldöttséget indít Dohába a gázai tűzszünetről szóló egyeztetések újabb fordulójára, közölte az izraeli kormány. A Hamas viszont bejelentette, hogy nem vesz részt a csütörtöki egyeztetésen, pedig egy tűzszüneti megállapodás nem csak Gázában, hanem az egész térségben enyhítené a hetek óta fokozódó feszültséget. Méretes plakátok hirdetik a Hamas és Irán szövetségét Teherán központjában. A Palesztináról elnevezett teret a gázai terrorszervezet két hete megölt vezetőjének portréi díszítik. Ismail Haniyeh ellen Teheránban követtek el merényletet, amelyért Irán Izraelt tette felelőssé. Kötelességünk bosszút állni, olvasható a fotókon. A fenyegetőzés egyelőre a szavak szintjén maradt, az irániak többsége nem is akar háborúzni Izraellel. Nem is ér. Természetesen nem hunyhatunk szemet a merénylet fölött, amely országunk biztonságát is aláásta. Ugyanakkor nem kellene közvetlen fegyveres konfliktusba keverednünk, vélte egy teheráni nő. A súlyos válaszcsapástól csak a gázai tűzszünet tartaná vissza Iránt, állították teheráni tisztségviselők a Reuters hírügynökségnek. Ám a Hamas szerdán közölte, hogy nem vesz részt a túszalkut is magába foglaló tűzszüneti egyeztetések újabb csütörtöki fordulóján. Egy felvételt is közzétettek, amelyen állításuk szerint a Tel Aviv elleni keddi rakétatámadás előkészületei és végrehajtása látható. A Hamas március óta először lőtt ki rakétákat az izraeli nagyvárosra, helyi jelentések szerint a támadásban senki nem sérült meg. Miközben a katari, egyiptomi és amerikai közvetítők próbálják rávenni a palesztin szervezetet, hogy térjen vissza a tárgyalásokhoz. Izrael folytatja a gázai hadműveletet. Hajnalban a légierő az Al-Magázi menekülttáborra mért csapást. Palesztin források szerint a támadásban 4 civil meghalt, többen súlyosan megsérültek. Az Egyesült Államok megbízottja szerdán Beirutban tárgyalt a feszültség enyhítéséről. Libanon újabb háborúba sodródhat Izraellel, miután egyre súlyosabbak az összetűzések az izraeli hadsereg és a Hezbollah között. Az Irán által támogatott libanoni síta milícia bosszút esküdött, miután Izrael légicsapással megölte egyik magasrangú parancsnokukat. A gázai tűzszünet napirenden lévő tervezetét is áttekintettük. Egyetértettünk abban, hogy nincs vesztegetni való idő, sem elfogadható kifogás. A tűzszünet Libanon esetében is lehetővé tenne egy diplomáciai megoldást, és megakadályozna a háború kiterjedését, jelentette ki az amerikai diplomata, miután a beiruti parlament elnökével tárgyalt. Washington ugyanakkor szilárd támogatásáról biztosította Izraelt. Az iráni fenyegetések miatt a térségbe vezényelte az Abraham Lincoln repülőgép hordozót. Joe Biden elnök kedden jóváhagyta, hogy Izrael 20 milliárd dollár, azaz több mint 7000 milliárd forint értékben vásároljon amerikai vadászgépeket és egyéb fegyvereket. Az izraeli kormány szóvivője megerősítette, hogy a zsidó állam delegációja ott lesz a csütörtöki tűzszüneti egyeztetésen. A tárgyalások előestéjén az Izraelbe akkreditált amerikai, brit és német nagykövet közös rendkívüli sajtótájékoztatón sürgette a mielőbbi megállapodást, és önmérsékletre szólította fel a konfliktusban érintett országokat és fegyveres szervezeteket.